Az alpolgármester elmondta, Makó városában igen nagyok a képviselői körzetek, ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy fórumok keretein belül személyesen is beszélni tudjon a lakosokkal. A szerdai eseményen szó esett a települést érintő legjelentősebb beruházásokról, majd pedig a hetes választókörzetet érintő aktualitásokról tájékozódhattak a megjelentek. Cirbus Gábor kiemelte, ebben az évben is tovább folytatódik a járdaprogram, többek között a Kölcsei, az iskola és a Zrínyi utca egy szakasza is újjá fog születni. A munkálatok várhatóan szeptember végére befejeződnek. Az alpolgármester elmondta, 4 új kamera is kihelyezésre kerül a körzetben. 2 a Szent István térre szeretnék kihelyezni, 1 a pálya és a tér, a másikat pedig a játszótér védelmére szeretném fordítani, valamint maradt még 2. Ez pedig az illegális hulladéklerakás felszámolására szeretném felhasználni. Ezek olyan kamerák lesznek, amelyeket folyamatosan át tudunk telepíteni nagyon minimális beavatkozással. Ez a kamerarendszer nem úgy működik, hogy a városi rendszerre rácsatlakoztatjuk, hanem ez kvázi úgy elképzelhetjük a mobil kamerát, amit csak árammal megtáplálunk, és bárhol képes felvételt készíteni és azt tárolni. Kiemelte, városunkban az utóbbi években jelentősen megnőtt a gépjárművek száma, ezért szükséges új parkolóhelyeket is kialakítani. A könyvtárhoz kapcsolódóan 365 ilyet alakítottak ki, ezekből több mint 60 mozgáskorlátozott parkoló. Ezen kívül a kaszinó épülete mögött szintén felszámolt egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet, és ott térkővel láttuk el, itt is néhány autó parkolására alkalmas területet tudtunk kialakítani. Továbbá a hagyma szobor mellett a Szegedi utcán fogunk kialakítani 22 darab parkolóhelyet. Ez is a nyár végére el fog készülni. Ez azért volt fontos, mert a Juhász Gyula iskola előtt megszűnt a parkolásnak a lehetősége, és nyilván azoknak a pedagógusoknak, az iskolába érkező szülőknek biztosítani kell a parkolást. Ezért ott fogunk egy halszálkás parkolót kialakítani. A lakossági fórumon ezek mellett szó esett a sok csapadék okozta problémákról is. Cirbus Gábor elmondta, folyamatosan zajlik az eltömődött vagy rossz állapotban lévő vízelvezetők és csatornák tisztítása és karbantartása. Téma volt a szúnyoggyérítés is. Az alpolgármester kiemelte, június 4-én kezdték el a munkálatokat. A műveletet 10 naponta lehet végrehajtani, és a városvezetés mindent megtesz azért, hogy optimalizálódjon a helyzet. A lakosok közül többen problémaként vetették fel, hogy a városban néhány helyen a sok eső után hirtelen megnőtt a gaz, ezeknek a bejelentett helyszíneknek az illetékesek utána fognak járni. Voltak, akik rossz minőségű útszakaszokról panaszkodtak, több esetben az önkormányzatnak a közútkezelővel kell először felvennie a kapcsolatot. Zárásként az alpolgármester felhívta a jelenlévők figyelmét az idén is megrendezésre kerülő Szent István téri napra augusztus 24-én, ahol minden korosztály megtalálhatja majd a kedvére való kikapcsolódási formát.